Üdvözlök mindenkit, én Szovik, ezt mi láthatjátok a 2019-es évértékelő videó, igazából csak hanganyag, felvétel. Hát eltelt egy újabb év, és szokásomhoz híven az utolsó videó, ami ebben az évben kikerül, az gyakorlatilag nem más, mint egy ilyen évértékelő, úgymond beszélgetés videó, amiben igazából csak én mondom el a véleményemet, meg egy-két információ morzsát, így mondok, hogy mi történt az elmúlt egy évben, meg mi lesz, mi van most jelenben, illetve mi lesz a jövőben, meg ugye minden egyéb finomság és nyalánkság. Na, de mi mielőtt bármibe is ugye belekezdenénk, szokásunk a szíven ugye, vagy legalábbis szokásomhoz szívem, elmondanám nektek, hogy mi lesz ugye a menet. Lényeg a lényeg, hogy elsősorban mindenkinek kellemes ünnepeket szeretnék kívánni, és boldog új évet is szeretnék mindenkinek kívánni, mivel ez lesz az utolsó videó ebben az évben. Ezután a videó után egy jó már egy másfél hétig nem lesz semmilyen videó a csatornán, tehát semmi újat nem fog kirakni. Az időszak ez arról szól, nekem is, meg úgymond egy kicsit az énektek is, de nekem főleg, hogy ez alatt az egy hét alatt én nem akarok foglalkozni, és nem is fogok foglalkozni úgymond a YouTube-bal, meg ezzel a videózás mindennel. Ez az egy hét, ez számomra egy szünetnek az időszaka. Ilyenkor a családdal vagyunk, ilyenkor pihenünk, ilyenkor relaxálunk, ilyenkor új energiákat és új erőt gyűjtünk ahhoz, hogy a következő évet, mikor elkezdjük, majd január 1-ével, 2-ával, akkor új erővel és új erőbedobással kezdjük el. Jó, ez egy szép, jó kis év volt, szóismétlés, de mindegy, megszokottátok már tőlem. Na, de röviden tömören ennyi, tehát mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok. És remélem, hogy majd jövőre is majd velem fogtok tartani. Na de akkor, szépen sorban, akkor haladjunk, tehát igen, szépen haladjunk sorban. Beszélgessünk először is akkor úgymond a múltról, vagyis hát a 2019-es évről, hogy mi merre, hány méter, mi is történt ezen a csatornán, mik történtek, igen. Na, 2019-es év csatorna szempontjából, hát igazából ugyanúgy kezdődött, mint az összes többi. Elkezdődtek a sorozatok, meg ugye folytatódtak is tovább ugye a sorozatok. Ne arra ugyatok, de ugye nekem azért kicsit kell egy kicsit puskáznom, mert most visszagörgettem magamnak a dolgokat. Mi merre hány méter? Hát igen, belekezdtünk egy Disney-féle Tarzan végigjátszásba, belekezdtünk ugye egy Jade Empire Special Edition-nek a végigjátszásába, ami igazából, ha jól néztem, akkor egész évbe kitartott, tehát a hétfői nap az csak arról szólt. Folytatódott a Heroes of Might and Magic 5-nek az ilyen bónusz kampányai, vagy hát igazából ugye az előző évben már ugye elkezdtem, de ugye ebbe az évbe sikerült gyakorlatilag befejezni. Aztán szépen lassan, ugye, ja meg ugye Dark Souls 3-as Glass Cannon Sorcerer-t is tavaly 2018-ban kezdtük el, és ugye itt folytattuk szépen tovább, illetve ugye bejött egy Witcher Adventure game is, mert ugye nem telhet úgy egy év se. Tehát igazából nem. Fogalmazunk úgy, hogy a Szovi csatornáján nem telhet el egyetlen év se úgy, hogy ne lenne rajta egy Witcher játék. Ez most körülbelül már lassan, már 2014 óta, 3 óta, 4 óta van ez így, hogy szinte minden egyes évben minimum egy Witcher tartalmú dolog van. De igen, tehát ez hála az én, hogy mindig tudom még tartani. Na, szóval igen, illetve gyakorlatilag év elején jött be, legalábbis ugye ti nálatok, ugye, tehát nálatok év elején debütált ez a dolog, de nekem már 18 decemberébe jött be ez a csodálatos történés, hogy újra visszatudtam térni az asztali szerepjátékok világába. És úgy voltunk vele, hogy meg tudjuk csinálni, és fel tudjuk venni a hanganyagot, és meg tudjuk vágni, és fel tudjuk rakni a csatornára, és ezt ki tudjuk publikálni a nagy közönség számára, hogy igen, még mindig létezik a Mágus szerepjáték, még mindig játszák, igen, és igazából, hogy igen, hogy ezt lehetne csinálgatni így is. És gyakorlatilag ebbe az évben azért csinálgattuk ezeket a dolgokat, tehát eléggé sok kalandban, eléggé hosszú kalandokban azért részt vettünk. Szóval úgy nézzük, akkor a szerdai napok azok úgy nagyjából ugye mágusnak a világában tengtek-lengtek. Aztán közben ugye jött egy Gone Home végigjátszás, ami egy jó kis kalandjáték volt, egy rövid kis kalandjáték. Azt utána az felváltotta a Vampir végigjátszás, ami egy ilyen röpke gondolat volt számomra, mert ugye kész lett a magyar felirat hozzá, és úgy voltam vele, hogy
hogy a fenébe is, hogy én ezt a játékot én még mindig nem játszottam ki, pedig hogy én nagyon-nagyon szeretném, és akkor volt ez a magyar fejlet, és úgy voltam vele, hogy oké, hogy még alfa verzióban van, de hogy egy a fene. Tehát, hogy úgyis régen volt már a csatornán olyan, hogy első látásra végigjátszás. Tudjátok, én általában az a fajta ember vagyok, aki felkészül a videójátékokból egyszer-kétszer végigjátsza, úgy, ahogy van, tudja, mi merre, hány méter, hova kell menni, meg mit kell csinálni, és akkor úgy megyünk. De gondoltam, hogy legyen egy olyan is, hogy tehát rég volt már olyan, hogy fingom sincsen, hogy mit kell csinálni, című történet. Aztán ugye szépen lassan azért telt az idő, bejöttek ugye a League of Legends-es videók, akkor bejött a Turmoil végigjátszás, miután ugye kiment a Witcher Adventure Game, aztán a Dark Souls 3-as végigjátszásom után egyből bele is kezdtünk a Dark Souls 2 Scholar of the First Sin végigjátszás Death Punch-os karakterbe, ami gyakorlatilag az év végéig megint csak kitartott. Úgyhogy az is teljes mértékben jó lett igazából szerintem beidőzítve. A Jade Empire továbbra is folytatódott, a Vampire továbbra is folytatódott, a Turmoil is szépen ment előre. És akkor utána igazából bejött egy fél évvel ezelőtt, szerintem pont nyár közepén jött egy ilyen beszélgetős videó, ahol azért elmondtam egy-kettő dolgot, hogy merre hány méter, meg ugye feltettem egy-kettő kérdést számotokra. Jó leső visszajelzések jöttek felől az kapcsán is, úgyhogy tovább tudtam gondolni így a gondolatmenetemet. Aztán ugye folytatódtak szépen tovább a dolgok, majd aztán jött egy Witcher-es trailer elemzős videó, ami gyakorlatilag az első és valószínűsíthetőleg az utolsó is ebből a kategóriából. Szép volt, jó volt, kipróbáltam magamat, de úgy vagyok vele, hogyha ezt a műfajt is szeretném tovább csinálni, hát ahhoz rengeteg idő kéne, és jelenleg nincs sok időm. De majd erről is majd fogok nektek mesélni, hogy miért nincsen jelen pillanatban nekem sok időm. Na, és akkor ugye szépen tovább ugye ment az év, a Turmoil után, miután az kiment, ugye bejött a Bureau, XCOM Declassified végigjátszás, és aztán jött egy kis érdekesség, hogy másokkal együtt tudtam játszani, úgyhogy ennek következtében jött létre a Péntek 13-as videónk, illetve a VR chat-es videósorozatunk, az az 1-2 darab rész. Aztán igazából így nagyjából ennyi, aztán miután kiment a Vampir, bejött a Herkules, és miután kiment a Herkules, jött utána a Still Life nevezetű játék, illetve miután kiment a Bureau, utána jött a Hard Truck 2 King of the Road nevezetű játék, és ugye a napokban debütált, vagyis hát úgymond lelepleztem a jövő évnek az egyik nagy ágyúját, nagy címét, ami gyakorlatilag a csatornán végig fog haladni, ami nem lesz más, mint az Elder Scrolls 5. része, a Skyrim-nak a végigjátszása. Úgyhogy így nagyjából ennyi, és gyakorlatilag el is jutottunk a mostani időpontig, a 2019. december 20-áig. Jelenleg ugye ilyen időpont van, ekkor veszem fel a felvételt. Úgyhogy nagyjából így ez történt. De nem csak ez történt így igazából a csatornával, mert igazából ezt már meglebbentettem. Sok új kollégával ismerkedtem meg, illetve a kolléganővel. Egyesekkel azért tudtam személyesen is beszélni, valakivel csak kommentben, valakivel csak igazából annyira, hogy nézem a videóit. De igen, tehát hogy ki szeretnék így emelni így párat így közülük, hogy kik azok a csatornák, akiket a 19-es évben így nagyon-nagyon nézegettem, és úgy vagyok velük, hogy igen, hogy egy üde színfolt volt így a 2019-es évben számomra, és hát igazából üde színfoltot hoztak a 2019-es életembe, akkor inkább fogalmazzunk így. Nem ABC szerint sorolom fel őket, meg nem is rangsor szerint, hanem csak így ahogy így eszembe jutnak, de mind az öttük ugye egy csodálatos ember számomra. Az egyikük az nem más, mint Gerita. Gerita igazából már nem ebben az év, tehát nem ez év óta ismerem őt, hanem már az egy kicsit régebb óta ismerem őt, de amióta ismerem őt, amióta fel vagyok rá iratkozva, én azóta mindegyes videóját így nézegetem, és úgy vagyok vele, hogy nem nagyon szoktam eddig őt úgy megemlíteni sehol sem. Vagy hogyha meg is említettem, akkor eléggé régen említettem meg, pedig ő egy olyan műfajjal foglalkozik, amivel itt Magyarországon már eléggé kevesen, és akik foglalkoznak is vele, azok így, hát hogy mondjam,
futószallagszerűen csinálják ezt. Jó, hagyjuk ezeket a mellébeszéléseket. Geri te tipikusan az az ember, aki játékbemutatókat készít. De ő hobbiból csinálja ezt. És ez számomra annyira jó leső érzés, mert én 2008-9 környékén, mikor berobbantam így a YouTube világába, nem mint videósként, hanem mint nézőként, én szerettem ezeket a játékbemutatós videókat. És rengeteg volt annak idején a YouTube-on. A magyar YouTube videósoknak, tehát a gamereknek, játékosoknak az öme, az két csoportra volt osztható, az egyik a végjátszásos videósok, a másik meg a játékbemutatósok. És Gerita még mindig ezt erősíti, ezt a vonalat, a játékbemutatósokat. És ezért szeretem az ői videóit, úgyhogy majd a kommentben, majd a leírásban majd be fogom csatolni az ő csatornáját is, hogy azért nézzetek rá, és nézegessétek meg a játékbemutatóit, mert én szeretem. Amikor, tehát nagyon-nagyon ritkán tesz fel videót, de amikor feltesz, én azt nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és örülök neki. És olyankor akkor egy picit, az a 10 percnyi kis boldogság, az így nagyon-nagyon elönti a kis szívemet. Jó, egy kicsit nyálas volt, de bocsánat. Na. Következő csatorna, az nem más, mint Mr. Clothes-nak a csatornája. Remélem, hogy jól mondom a nevét, a Clothes. Azt hiszem, így kell mondani. Vagy Clothes? Mindegy, Clothes. Nekem Clothes. Aztán majd kijavít, hogyha nem így kell mondani. No. Hát arról azt kell tudni, hogy nagyon vicces egy ember, nagyon-nagyon... tehát igen, tehát őt azért bírom, mert egy vicces, humoros, nyitott ember. Ő mindenkivel megtalálja a hangot, és mindenkivel barátságos. Persze, hát hogyha olyan emberre találkozik, aki most fogalmazunk úgy, hogy negatív, akkor ő olyan, mint az, hát ahogy szoktak erre mondani, amilyen a fogadjisten, nem, amilyen az agyisten, olyan a fogadjisten. Na őrá szerintem ez totálisan igaz ez a mondat, tehát hogyha valami negatív emberre találkozik, akkor ő is felveszi annak a negatív embernek a stílusát, és általában, amikor így tükröt tartunk ugye másik embernek, akkor furcsán reagálnak rá. Szóval igen, de őt még ugye ezért is bírom a stílusa miatt, illetve amiatt, hogy amilyen videókat csinál, hogy gyakorlatilag vicces az egész, illetve az, hogy egy olyan stílust képvisel, amiben én a büdös életben nem leszek jó. Én tudom magamról, tehát ő így a lövöldözős játékok, vagy shooterek, FPS-ek, third person, tehát fogalmazunk úgy, zárójel, shooter. A shooter a lövöldözős játékoknak az egyik nagymestere számomra, mert amikor én nézem a videóit, akkor én mindig így csodálom, hogy öcsém, hogy tud valaki ilyen gyorsan reagálni bizonyos dolgokra? Tehát, hogy számomra ez így egy kicsit ilyen túlvilági, meg ilyen megfoghatatlan dolog. Persze számomra ez csak azért, mert tudom magamról, hogy én nem tudok ennyire felpörögni. Tehát fiatalabb koromban is volt, én játszottam lövöldözős játékokkal, sőt, én szoktam lövöldözős játékokkal játszani, de én nem tudnék ilyen pörgős játékmenetbe játszani. Tehát én ezért nem tudok PUBG-zni se, ezért nem tudok Fortnite-ozni se, vagy Battlefield-ezni, meg az összes többi ilyen lövöldözős multiplayeres játékban én rém rossz vagyok. Meg ugye most már igazából, ahogy egyre idősödöm, egyre inkább érzem azt, hogy nekem már ez nem megy. Tehát már nem tudok már felpörögni ebből a szempontból. És én például én azért szeretem az ő videóit így nézegetni ebből a szempontból, mert én csodálom, hogy igen, hogy milyen ügyes, meg milyen gyors, meg mennyire pontos, meg precíz, meg hasonlók. És én ezt például szeretem így benne. Tehát őt például én ezért tudom ajánlani, tehát aki szereti ezeket a lövöldözős játékokat, illetve ezeket a multiplayeres dolgokat, meg szeret jót röhögni, meg jól összevágott videók, jó zenére összevágott videók, és van egy ritmusa, tehát hogy még ritmusa is van az egésznek, értitek? Tehát hogy még az is tök jó, akkor azok nyugodtan nézzenek föl az ő csatornára is, mert le lesz ugye a leírásba. Így úgy amúgy. Na, a következő, a harmadik ugye emberkénk, aki amúgy egy hölgy, és igazából én nem beszéltem vele semmit, meg szerintem nem is tud róla még úgy amúgy, de én idén találtam rá az ő csatornájára, és ő nem más, mint hát az igazi nevét azt nem is tudom, annyira azért nem jártam utána, de a lényeg, hogy az ő csatornának a neve a Pergamentre hányt szavak csatornája, és ő könyvekkel foglalkozik. Hát, most fogalmazzunk úgy, hogy ő egy könyvmój.
a szónak a legpozitívabb értelmében, tehát ez nem sértés, jó? Tehát ez én nem sértősként mondom, hogy könyvmoly, hanem mint egy titulusként, igen, hogy ez egy nagyon szép dolog, hogy ő olvas, ő szeret olvasni, és ő rengeteget olvas, és könyvekről mondja el a véleményét. És én úgy vagyok vele, hogy én is szeretnék olvasni, és hogyha igazából úgy vagyok vele, hogy ha nem lenne internet, meg nem lenne körülöttünk az elektronika, meg így úgy amúgy, akkor biztos, hogy rengeteg időm felszabadulna, és akkor biztos, hogy a világegyetem összes könyvét megpróbálnám elolvasni. Mert amúgy én is szeretek olvasni. Csak tényleg az időhiányom az, ami jelen pillanatban ebbe meggátol. Tudom, szokták mondani, hogy az embernek arra van ideje, amire szentel időt. Hát igen, csak vannak bizonyos dolgok, amikre én nagyon-nagyon szentelem az időt, és ebben most így a könyvolvasás az nem nagyon fér bele. Na de mindegy. Szóval az ő csatornát is ajánlom, mert egy nagyon kedves, aranyos hölgy, nagyon-nagyon szépen beszél, és nagyon-nagyon szépen el tudja mondani az adott könyvről a véleményét, és nagyon szép ajánlókat is csinálgat. És én őt nagyon-nagyon szeretem hallgatni is, és így, hogy ő elolvassa a könyvet, és elmondja gyakorlatilag, hogy miről szól, és hogy mi a véleménye róla. Egy picit én is közelebb kerülök az adott műhöz. És így is egy kicsit azért tudok okosodni belőle. Úgyhogy az ő csatornáját ajánlom, a leírásba őt is le fogom tenni. Na, a következő emberke az nem lesz más, mint Csúb, alias Super Csubi, a dühöngő űrmedve, igen. Tehát őt igazából szerintem sok embernek nem kell bemutatnom, de akinek be kell mutatnom, igazából azt kell róla tudni, hogy annak idején ő, ha jól tudom, ő Huntupop videókkal foglalkozott, talán még most is azokkal foglalkozik, aztán utána jött neki a Dark Souls-os végjátszásos sorozata, amit ugye Gamebot-tal vesz föl, vagyis hát úgy, hogy a Gamebot kölcsönözi úgymond a hangját neki. Aztán ugye most már ott tart, hogy igazából ugye poénkodós videókat csinál. És ugye hozzá tartozik az is, hogy sikerült ugye vele több ilyen projektben mostanában ebbe az évben ugye részt vennem, például a Péntek 13-as projektben is részt vettem, akkor a VR-chat-es örködésekbe, örjöngésekbe, meg hülyéskedésekbe is részt vettem vele. Meg egy csomó mindenben azért jó dolog, igen, így úgy amúgy, és igen, egy tök pozitív embert ismerhetünk meg általa, humoros, és igen, és szórakoztató egy ember, aki még nem ismerni, az nyugodtan nézze rá a csatornájára, és tegyen vele egy próbát, és hogyha tényleg tetszik az ő munkássága, akkor nyugodtan iratkozzatok fel rá, és kövessétek be, meg minden egyéb, és írjatok neki szép szavakat, jó? Mert az mindenkinek fontos. Igazából az összes többi, akiket eddig is felsoroltam, azoknak is ugye szép szavakat írjatok, tehát hogy kedvesek legyetek velük, és ne kezdjétek el őket ócsánolni. Ha tetszik, akkor igen, akkor tetszik, ha nem tetszik, akkor nyugodtan el lehet, tehát akkor így ennyi. Tehát én csak elmondom a véleményemet róluk, hogy ők akik így meghatározóak voltak így a 2019-es évenben, tehát őket tudom így kiemelni ebből a szempontból, mint újak. Illetve ugye akkor nem utolsó sorban, igazából most úgy vagyok vele, hogy akkor ő lett az utolsó, az őrködőnk, őrködő kollégánk, aki őről azt kell tudni, hogy őt már nagyon-nagyon régóta láttam. Tehát amikor én így keresgélek így a YouTube-on, így úgy amúgy így videók után, végigjátszásos projektek után, én sokszor láttam az ő videóit, de valamiért egyszer se kattintottam rá. És nem tudom, hogy miért. És valahogy sikerült egy videójára rákattintanom, az is szerintem egy meeting videó volt. És nem is tudom, hogy most melyik meeting videó volt, talán a 3-as vagy a 4-es. Ahol egy kicsit így beszélt önmagáról, és amikor elkezdte mesélni a gondolatait, és a hozzáállását a dolgairól, akkor egy kicsit úgy éreztem, hogy te jó ég, mint hogyha a fejemben olvasna. Egy kicsit olyan érzésem volt, mintha az én gondolataimat mondaná el. És úgy voltam vele, hogy ez egy tök érdekes ember. És hogy igen. Szóval én nem azt akarom mondani, hogy pont ugyanolyan, mint én, mert nem. Nem teljesen, de van köztünk azért hasonlóság ebből a szempontból. Szóval akik nem ismernék őrködőt. Én azt javaslom, hogy mindenki, aki valamilyen szinten így most figyeli ezt a videót,
Az majd nézzen át az ő csatornájára, jó? És pár videójába azért úgy hallgasson bele, meg nézegessen bele, így úgy amúgy, mert én egy kicsit önmagamat látom benne. De csak egy kicsit. Tehát látom benne így a potenciát, hogy igen. Hogy talán még ő is az a fajta emberke, aki úgy gondolkodik, mint én. Nem azt mondom, hogy jól gondolkodunk mind a ketten. Tehát félreértés ne essék. Nem azt mondom, hogy a mi gondolatmenetünk a példamutató, meg a hasonló. De érdekes. Nagyon-nagyon érdekes. És ezért gondoltam azt, hogy igen, hogy őt is azért így megemlítem. Szóval ők így öten. Persze, zárójelben azért hozzátesszük, hogy mi mindig itt van Pisti, P89, hát őt nem lehet ugye kihagyni, nyilván ugye, tehát ilyen bónusz number one-ként ugye természetes, hogy őt is megemlítem. De hát ő folyamatosan itt van, szóval értitek. Tehát ő is egy tesó. Tehát ő a Dark Souls tesó, érted? Meg mindenféle tesó, tehát igen. Őt nem is kell reklámoznom, figyeljetek, tehát mindenhol ott van. aki nem ismeri, érted, az is ismeri, válszom, hogy mindegy. Na, te igen, tehát Pisti is amúgy. De róla igazából így ennyit. Pistiről már annyi mindent mondtam. Na, egy kicsit azért, kicsit így evezzünk tovább, jó? Idei év sorozatai már megvoltak, a csatornákról ugye megvoltak, hogy kik voltak azok az idén, akik úgy kicsit vagy nagyon befolyásolták egy YouTube-os létemet így 2019-es évben, meg ugye beszéltem már a közös projektekről, ugye Super Csubival is, amikbe azért én nagyon örülök, hogy részt vehettem, meg azért örülök neki, hogy új barátokra leltem, illetve bízok benne, hogy ezeknek a közös projekteknek, közös videóknak azért még lesz folytatása, így vagy úgy. Na, illetve, ugye beszéltem már ugye a Vágus szerepjátékos dologról, én annak nagyon-nagyon örülök, hogy ez így bejött így 2019-ben, és újra tudtam ennek a hobbimnak, hát hosszú kihagyás után újra időt szentelni, és nagyon-nagyon örültem neki, hogy ismételten tudok játszani, meg mesélni, meg minden egyéb, és örültem neki, hogy egy kis közösséget így összetudtunk így építeni ebből a szempontból. Ja. Yeah. Szóval nagyon-nagyon-nagyon örültem ennek az egész mindenségnek, hogy ez így alakult, és igen, és annak is örültem igazából, hogy ennek következtében létrehoztattam egy Discord szervert, amit igazából átalakítottam abból a szempontból, hogy lehet rajta szerepjátszani is, meg igazából az én YouTube csatornámnak a Discord szervere is, mert ugye sokszor kaptam egy olyan kérdéseket másoktól, hogy hol lehet engem utolérni, e-mailben, Facebookon, vagy bárhol így úgy amúgy, és úgy voltam vele, hogy hát akkor legyen már egy ilyen felület, és akkor a Discordot választottam. Úgyhogy aki szeretne velem beszélgetni személyesen, vagy akár tehát idézősen a személyes dolgot, tehát igen, tehát hogy így úgy amúgy, vagy közvetlenebbül, vagy gyorsabban szeretne velem beszélni, akkor az Discordon ugye megtalálhat, meg ugye, hogyha szeretnétek valamit küldeni, akkor Discordon tudtok engem elérni. Mert így is amúgy tényleg nagyon-nagyon örülök ennek az egésznek, hogy vannak emberek, akik támogatnak engem így a színfalak mögött, így úgy amúgy. Most tényleg nem fogok neveket mondani, meg nem fogok, tehát jó, neveket nem fogok mondani, de igen, tehát hogy például ajándékokat kapok. És nagyon-nagyon szép ajándékokat kapok, és így mindig, amikor így kapom az ajándékot, akkor én így megköszönöm meg mindent, de tök úgy érzem, hogy én ezt annyira nem érdemlem meg. És igazából, amikor most is erről beszélek, akkor itt tök azt érzem, hogy én erre úgy nagyon nem szolgáltam rá, meg nem nagyon érdemlem meg, de most értitek, tehát nem tudom. De igazából igen, tehát hogyha ajándékot ugye nem illik visszautasítani, tehát vagy legalábbis az én gondolatmenetem. Na. Szóval így igen. És igen, tehát lényeg, hogy nekem ugye lett egy Discord szerverem is, úgyhogy ha bárki bármilyen módon szeretne velem beszélgetni, vagy bármit is csinálgatni, az nyugodtan jöjjön föl, csatlakozzon, aztán amikor fönt találok, akkor nyugodtan írjon rám. Bármikor rám írhattok, még hogyha nem is vagyok online, akkor is jó, és akkor utólag majd elolvasom, aztán majd akkor reagálok rá. Úgyhogy nagyjából ugye a múlt az így ennyi. Ezek a dolgok történtek így 2019-es évben.
Kis zárójelbe elmondom, videójátékos szempontból 2019-es év az számomra eléggé egy pangó időszak volt. Ez az év számomra, úgy nézzük, semmit nem hozott, tehát semmi olyan játék, de akkor bejelentése úgy nem történt, vagy megjelent, nem, bocsánat, semmilyen olyan játék megjelenés nem történt az idei évben, amire úgy azt mondtam volna, hogy húha, hogy ebből most azonnal. Tehát ez a 2019-es év számomra igazából, fogalmazzunk úgy, hogy egy nyugis időszak volt. Egy pihenős év volt. Ebben az évben igazából elő tudtam venni régi játékokat, illetve pótolni tudtam egy-kettő dolgot. Úgyhogy igen. Na majd a 2020-as év. Hát az szörnyű lesz. Szó minden pozitív értelmében, de amúgy meg szörnyű lesz, igen. Ja. Yeah. És akkor egy pindurka kis magánéleti dolog. Jó, gyorsan összefoglalom. 2019-es év számomra egy nagyon pozitív év volt magánéleti szempontból, mert munkahely, pipa, nagyon okés a munkahelyem, így úgy amúgy. Családi állapotom, pipa, család nagyon-nagyon okés, tehát minden jól alakul. Tanulás szempontjából, hát nem okés, de muszáj, de ó, nem, ez hülyeség, bocsánat, tehát nem így kellene mondanom. Jó, ezt egy kicsit hosszabban kifejtem. Én február óta tanárhoz járok, mert szeretném a nyelvtudásomat bővíteni. Talán ez a legjobb kifejezéssel. És úgy döntöttem, hogy mivel az angol az úgy van, van egy ilyen nagyon alapszint körülbelül, tehát ez a konyha angolon van, amit így rám ragadt. Ezért úgy voltam vele, hogy mivel közel van hozzám a nyugat, erőteljesen közel van hozzám a nyugat, és itt erőteljesen közel van hozzám a német anyanyelv, és a németet nagyon-nagyon régóta, több mint 10 éve nem használom, tehát gyakorlatilag a nullára visszaesett, ezért úgy döntöttem, hogy elkezdek tanárhoz járni, és elkezdtem németül tanulni. Na most ez igazából azért is kellett, mert a 2019-es évnek az elején rá kellett ébrednem arra, hogy jó, az elmúlt évek azok történtek úgy, ahogy történtek, mindent szépen úgy, ahogy van, most fogunk, levesszük magunkról, leveszem magamról, tehát minden, ami negatívum, amit én magamra vettem, mindenkinek a sok nyűgös, bajos hülyesége, illetve olyan terhek, amik nem is az én terheim, azokat is mind magamra vettem. És úgy voltam vele, hogy nem. Tehát, hogy nem. Én itt ezt befejeztem. És szépen mindent leraktam, mindent átgondoltam, hogy mi merre hány méter, hogy mi az, ami nekem fontos, és rájöttem arra, hogy igen, hogyha én szeretnék eljutni, tovább jutni valahova, illetve hogy szeretnék fejlődni, ahhoz az kell, hogy tanuljak. És ahhoz, hogy elkezdjek valahova tovább fejlődni, úgy döntöttem, hogy nyelv. Hogyha a nyelvet elkezdem tanulni, abból probléma nem lehet. Az egy jó kiindulási alap. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy a németet elkezdem erősíteni önmagamba is, úgy, hogy közben megmaradjon az angol, és ugye megmaradjon a magyar is a fejemben. Ezt a következő évben is azért szeretném tovább folytatni. És akkor itt térnék ki arra, hogy miért nincsen nekem gyakorlatilag mostanában már időm. Hát azért, mert egy az, hogy valamikor aludni is kell, kettő, dolgozni is kell, három, ott van a család, ott vannak a szeretteim, ugye, azokkal is szeretnék ugye minél több időt eltölteni, illetve a tanulás. Ezt akárhogy is nézzük, ez azért elvesz az embernek az életéből egy 20 órát a 24-ből, és gyakorlatilag az, ami marad, az a 4 óra, az arra való, hogy gyakorlatilag foglalkozzak azzal, amivel most foglalkozom, tehát a videógyártással, a videójátékokkal, és minden egyéb mással. És esetleg a játékoknak a felkészülésével. Úgyhogy nagyjából ennyi. Úgyhogy a nap 24 órám, tehát minden egyes napomnak a 24 órája az be van táblázva. Erőteljesen. Ha meg úgy alakul, akkor meg ugye úgy kell átrendeznem az életemet, hogy esetleg, hogyha mondjuk hétvégén vannak ilyen nagy projektek, mint például volt a péntek 13-as, vagy a VR-chat-es dolgok, akkor például ugye azt a 8 órányi anyagot, ami például ugye akkor ugye történt, vagy akármennyi időt is ugye együtt töltöttünk, együtt játszottunk, azt ugye a következő napon ugye vissza kellett ugye pótolnom ugye másból. Így ugye amúgy, ugye másról ugye vett el az időt. Na mindegy.
Szóval értitek, na, nem az a lényeg. Szóval magánéleti dolgokról így ennyi, jó? Többet úgy nem is akarok mondani, így felületesen így, szerintem így ennyi így bőven elég szerintem így mindenkinek, és akkor nagyjából remélem, hogy így megértitek, hogy így miről van szó ebből a szempontból, hogy miért van az, hogy kevés az időm, és hogy miért nem foglalkozok esetleg más dolgokkal is. Hát sajnos így ezért. Tudnék más dolgokkal is foglalkozni, de akkor valamit fel kell adnom. És hogyha valamit fel kell adnom, akkor hát jelenleg ez a tevékenység, amit folytatok, ez ugye hobbi tevékenységnek minősül. És gyakorlatilag ez van most a legalján. Ja. Na mindegy, bocsánat, tehát nem akartam így ennyire negatív lenni, vagy túlságosan is realista, vagy tényközlő, de hát sajnos ez van. Na, ugorjunk akkor még a jelenre. A jelenlegi helyzetekre, illetve ami kihatással lesz a jövőre. Bejött ugye ez a törvény, amit ugye ma megint így meglebegtettek így az embereknek, ez a coppa törvény, ami igazából, én mindig csak erre azt mondom, hogy ez a rendőrségi fater, mindegy, nek a törvénye. Ugye behozták ezt, hogy be kell állítanod az adott csatornádat, hogy gyerekbarát vagy nem gyerekbarát, illetve mindegyes videódról nyilatkoznod kell, hogy akkor most mi merre, hány méter, hogy gyerekbarát tartalmat csinálsz, vagy nem. De hogyha gyerekbarát, hogyha azt állítod be, hogy nem vagy gyerekbarát, így úgy amúgy, de hogyha olyan videót teszel fel, amit az adott rendszer úgy ítél meg, hogy akár gyerekek is nézhetik, akkor is ugye gyakorlatilag meg leszel rugdosva. Most egy kicsit ugye velősen, meg röviden tömören ugye próbáltam így megfogalmazni, de nagyjából így ez van. Na, ez megint egy felfújt baromság. Jó? Tehát ez Szovinak a véleménye, úgy, ahogy van. Ezt most megint valaki ugye belebegtette, mint annak idején belebegtették az internetadót, meg belebegtették a, mit tudom, volt az a 13. cikkely, meg 13-as cikkely, meg a 16-os cikkely, meg a izé. Tehát, hogy... Ne. Hagyjuk, jó? Tehát ugyanúgy ez megint csak az volt, hogy valaki kizé megint gondoltak valamit, meglebegtették, és erre az összes nagy hiéna ráugrott, és ebből megint generáltak maguknak nézőszámot, meg nézettséget, meg így úgy amúgy. És igazából úgy vagyok vele, hogy gratulálok megint, csak már megint senki nem mondta el az igazságot, meg tehát hogy igazából de, egyesek elmondták az igazságot, meg így úgy amúgy, csak megint úgy lett ugye ez így körbe kerítve, hogy de azért lázadjunk fel, meg így úgy amúgy. Úgy vagyok fel, hogy én nem aggódok. Mert én eldöntöttem, hogy igen, nem vagyok gyerekbarát csatorna, nem is leszek gyerekbarát csatorna. Ennek következtében meg is fogom tenni a következő lépéseket, tehát az lesz, hogy mivel vannak a csatornáimon olyan jellegű videók, amik enyém brutálisak, így úgy amúgy, azokra hivatkozva azt fogom mondani, hogy igen, én nem vagyok gyerekbarát csatorna. Az én videóimat ne is reklámozzák semmilyen gyerekbarát felületen, nem is járulok hozzá, nem is engedélyezném. Sőt, én úgy is vagyok vele, hogy én nem is akarok gyerekeknek. Én nem is az ő... Tehát most, ja már jelenleg én úgy vagyok vele, hogy nem is akarom, hogy a gyerekek nézzék az én videóimat. Majd egy bizonyos korosztály, bizonyos kor és egy bizonyos érettség után találjanak esetleg rám az emberkék. Úgyis a statisztikai alapján, ugye ahogy nézegettem a statisztikáimat, 18 év fölött van a legtöbb ember. Tehát igazából a 18 év alattiak úgy körülbelül 10%. Akik így vannak a csatornán, de azok is igazából így az értelmesebbek, de nagyjából így ez van. Szóval igen. Viszont nézzük a legrosszabb verziót, jó? Nézzük a legrosszabb verziót, hogyha mondjuk most tényleg így bekövetkezik az a tipikus apokalipszis, amit ugye egyesek ugye szoktak így mondogatni, hogy már pedig törölhetik a csatornádat, meg pénzbüntetés, meg hasonlók. Jó. A pénzbüntetés az egy dolog. Jó? Én arra csak azt mondom, hogy ez egy dolog, az az én problémám lesz, azzal ugye nektek nem kell foglalkozni. Ugye, ami titeket ebből a szempontból érinthet, az ugye a csatornának az eltűnése. No. És erre igazából nekem nagyon sok tervem van, mert erre én már egy csomó
forgatókönyvet igazából már kitaláltam, vagyis hát ugye csomó forgatókönyvet úgymond írtam, és egy csomó verziót ki is dobtam már a kukába, de fogalmazzunk úgy, hogy a csatorna jövője szempontjából. Egy. Ha semmi nem gátolja gyakorlatilag, hogy tovább folyjunk így, ahogy tovább folytassam a munkásságomat, hobbimat, videózgatásaimat itt ezen a felületen, akkor folytatni fogjuk úgy, ahogy eddig. Semmi más így nem fog ebből a szempontból ugye történni. De azért majd el fogom mondani, hogy a folytatás, tehát a jövőre milyen változásokat fogok azért beiktatni, mert kénytelen vagyok ismét változásokat beiktatni ettől függetlenül is, ha így folytathatom. Tehát 100%-ban fogalmazunk úgy, ebben a verzióban így 100%-osan nem fogom tovább folytatni ezt a tevékenységet itt YouTube-on. Egy-két szabályt be kell vezetnem, egy-két változást kell eszközölnöm a csatornán, amit ti is érezni fogtok majd. De nem kell radikális dolgokra gondolni. A második verzió. Azt mondják, hogy a csatornám az veszélyes, és hogy azt mondják, hogy kész vége, és hogy bezárják. És azt mondják, hogy le fogják törölni mindet. Na, ilyenkor az a dolog fog történni, hogyha mondjuk azt mondják, hogy adnak határidőt, akkor én fogok mindenkinek szólni, fogok csinálni egy videót, hogy srácok, ez van, a csatornámat be fogják szüntetni, és hogy akinek szüksége van, vagy szeretné megtartani, vagy újra szeretné nézni a videóimat, az most gyorsan mentse le a videóimat, amiket szeretne. Mert hogy én nem fogom lementeni őket, az biztos. Nincs helyem. Tehát esélyem sincsen. 2000 videóm van fönt nagyjából. Több mint 2000 videóm van fönt. Átlagot kéne vonnom, akkor nagyjából... Hát nem is tudom, hogy hány órányi videó van fönt. Nem is tudom, hogy mennyi helyet foglal. De sok. Tehát a második verzió az, amikor azt mondják, hogy kész vége. Olyankor az lesz, hogy én el fogok köszönni mindenkitől, és befejezem. De úgy végérvényesen. Lehúzom a rolót, és akkor azt mondom, hogy jó, ez a 7-8 évnyi, akármennyi évnyi YouTube videózgatás, ez akkor ennyi volt. Ez egy korszak vége, és akkor lezárult számomra, és akkor keresek magamnak másik hobbit. Illetve van egy harmadik verzió is, ami igazából a második verziónak egy tovább gondolása. Hogy tételezzük föl, igen, hogy a csatornán tehát ugyanaz fog történni, mint a második verziónál, hogy azt mondják, hogy oké, kész, bezárjuk, töröljük úgy, ahogy van. És azt mondom, hogy jó, legyen, töröljétek úgy, ahogy van, de akkor azt fogom csinálni, és ugye, hogy azt érzem, hogy én még szeretném ezt tovább csinálni, hogy én ezt nem akarom abba hagyni, akkor viszont az a csodálatos dolog fog megtörténni, vagy nem csodálatos dolog fog megtörténni, hogy szépen fogom magamat, ezt a csatornát akkor befejezem, ezt a korszakot akkor lezárom, úgy, ahogy van, és egy teljesen tiszta újat fogok kezdeni. Teljesen más mentalitással, teljesen más szabályokkal, teljesen más stílusban. És úgy vagyok vele, hogy nem biztos, hogy ezen a felületen, sőt, még az se biztos, hogy egyedül. De ez is egy olyan fajta verzió, hogy ez csak és kizárólag valószínűleg akkor fog bekövetkezni, ha ellehetetlenítik a további munkálkodásomat ezen a felületen. Tehát értitek? Tehát hogyha azt mondják, hogy roló, akkor két verzió van. Vagy azt mondom, hogy oké, pá, és akkor befejezem végérvényesen, vagy azt mondom, hogy oké, de akkor újra kezdem. De akkor már teljesen máshogy. És akkor nem is biztos, hogy itt. És nem is biztos, hogy egyedül. Hanem akkor egy kicsit máshogy. De ezt majd csak akkor fogom ugye elmondani, meg ugye csak akkor fogok ebbe ugye belekezdeni, hogyha tényleg bekövetkezik. Addig meg nekem jó nekem itt ez a kis történet, tehát ez a kis forgatókönyv. Ide be van rakva kis fiókocskámba, be van csukva, majd akkor húzom elő, hogyha tényleg szükséges. Na, nagyjából így ennyi így a jelenről, jó? És ugye a jelen és a kihatása a jövőre, tehát igazából ugye a törvénynek a szempontjából ugye most menjünk a kihatásról a jövőre, hogy a jövőben ugye mi várható.
A jövő évben mi várható? Hát azok a dolgok várhatóak, hogy a videóknak a hossza. Átlagban a videóknak a hossza az 1 órás lesz jövő évtől. Nagyjából. Azt nem mondom, hogy nem lesznek 1 órásnál rövidebb videók, de lesznek 1 órásnál rövidebb videók. Viszont az videóknak a legnagyobb többsége az több mint az nagyjából az 1 órás időtartamot fogja magában foglalni. Viszont lesznek olyan sorozatok, lesznek olyan játékok, amiknél úgy vagyok, hogy a 20 perc fél óra bőven elég. Sőt, mert hogyha elhúzom 1 óráig, akkor az unalomba fullad. Az biztos, hogy unalomba fog fulladni. Én tudom magam. Én tudom, ismerem. Én is kitapasztaltam az egészet. Tudom, hogy mi merre hány méter. Úgyhogy a videóknak a hossza az így fog gyakorlatilag változni. No. Komment részleg. Komment szekció. Itt viszont szigorításra fognak érvénybe lépni. Fogalmazzunk úgy, hogy a tavalyi évben azért már szerintem egy páran azért észrevehettétek, hogy egy-kettő videóm alatt nehézkesen jön a komment. Ez megint csak egy tesztelgetős időszak volt. Aki észrevette, észrevette, aki nem vette észre, nem vette észre, semmi gond, de akkor most elmondom, hogy miről van szó. Beállítottam a csatornámon azt, hogy a jövő évtől, 2020-tól, ami 2020-tól jelenik meg videó, azoknak így a 90%-ában, tehát a nagy többségükben az lesz, hogy lehet kommentet írni. Bárki leírhat bármit. De. És ez egy hatalmas nagy de. Amit leírtok kommentet, és elküldtök, az nem fog megjelenni senkinek, csak nektek, meg nekem. És addig az a komment a videó alatt nem lesz publikus, ameddig én azt jóvá nem hagyom. Ez egy szükséges döntés abból a szempontból, mert tavaly év során is, meg most is, meg amúgy mindig is, jönnek olyan emberkék, nevezzem inkább emberkéknek, akik negatívak. Nagyon negatívak. Nyerészkednek. És az utca nyelvén fogalmazzak, köcsögösködnek. Akinek nem inge ne vegye magára. És úgy voltam vele, hogy jó, ezt most szépen így megállítjuk, és akkor az lesz innentől kezdve, hogy mindenki írja le, tehát mindenki írjon csak nyugodtan kommentet. Viszont mindegyes kommentet el fogok olvasni, mielőtt közzéteszem. Mert olyat nem fogunk játszani többet, hogy valaki idejön, leír egy kommentet, bármit, ami, most mondok egy példát, jött valaki, és leírt egy kommentet, hogy bereklámozott valamit. És pont egy olyan időszakot fogott ki, hogy azon a napon írta le, amikor én nem is voltam internet közelében, és ez a komment több napon keresztül kint volt. És én úgy voltam vele, hogy te jó ég, most, hogy pont megérezt az emberke, hogy akkor kell bereklámoznia valamit. Egy olyan programot reklámozott be, ami gyakorlatilag így... Hát egy pénznyelő programna, gyakorlatilag. És sőt, több mint valószínűleg értitek, hogy nem is ember volt az, hanem csak egy robot. De értitek? Tehát, hogyha most robot vagy embertől függetlenül, értitek? Tehát, hogy valaki idejön és bekommentel valami olyan dolgot, ami nem ide való. Meg politizálás, meg hasonló dolgok. Nem. Itt nem lesz politizálás, meg semmi így úgy amúgy. Az én engedélyem nélkül nincsen. Az én csatornám, az én videóim, az én komment részlegem, az én felületem. Én vagyok érte a felelős. És úgy vagyok vele, hogy igenis, én ezt szigorítani fogom. Tehát ti ebből igazából csak annyit fogtok észlelni, hogy leírjátok szépen a kommentet, leenterezitek, aztán igazából várjátok majd, hogy mikor fog kimenni, vagy nem fog kimenni. És igen, az fog történni, hogy innentől kezdve meg fogom szűrni az összes kommentet.
Tehát azok a kommentek, amik támadó jellegűek. Igazából úgy vagyok vele, hogy akik engem támadnak, azzal semmi gondom nincsen, azokkal felveszem a kapcsolatot. És akkor úgy vagyok vele, hogy azokat majd személyesen, vagy ugye privátban majd megbeszéljük a dolgokat. Tehát az nem a komment részlegnek a tehát nem azért van a komment, nem azért szemeteljük tele a kommentet, hogy ott veszekedjünk. Nem. Hanem az lesz, szépen, hogy az összes kommentet én át fogom majd olvasni, és amikre azt mondom, hogy jó komment, azokat szépen ki fogom engedni, és utána reagálni fogok rájuk. Ami meg szemét, meg negatív, és lehúzó, meg hasonló egyéb, meg másokat sért, akármilyen szempontból, vallási szempontból, politikai szempontból, rassz szempontjából, tök mindegy, hogy milyen szempontból, így úgy amúgy, bármilyen szempontból sért, azokkal nem fogok kesztyűs kézzel bánni innentől, nem fogok kesztyűs kézzel bánni innentől kezdve velük. Szépen fogom és kitiltom őket innen a francba. Tehát ilyen embereknek nekem nincsen szükségem, mert ahogy nézem, egyre inkább ahogy növekszik a csatorna szépen lassan, egyre több kosz is tevődik ránk. Legalábbis rám. Tehát ugye rám is, meg ugye a csatornára is, meg ugye ránk is. És én ezt nem fogom így hagyni ebből a szempontból. Úgyhogy a komment részleget én be fogom szigorítani. Tehát azért mondom, hogy nyugodtan, innentől kezdve lehet kommentelgetni, a régi videóinál ez sajnos nem működik. Tehát ami 2020 előtti videó, azokra ezt sajnos nem tudom rátenni. Azokra sajnos még mindig lehet ugyanúgy kommentelgetni. Oda bármilyen info így úgy amúgy jöhet, bárkitől szemérmetlenül sajnos. De úgy vagyok vele, hogy próbálom azért minden nap nézegetni a YouTube-ot is. Meg ugye most már vannak ilyen különböző technikáim is, igen, tehát hogyha jön valami komment, akkor egyből kapom az értesítést, e-mailben itt-ottam úgy, úgyhogy egyből el tudom olvasni, és hogyha olyan sértő, akkor kapásból megyek YouTube-ra, és kapásból törlöm is, ahogy van. Tehát nem fogok én ezekkel szórakozni. Úgyhogy gyakorlatilag így ennyi szigorítás lesz ebből a szempontból. Amit igazából nem neveznék szigorításnak, mert aki eddig is normálisan, tisztelettudóan és jól megfogalmazott kommenteket írt, azokra ez nem lesz kihatással. Ez igazából azokra lesz kihatással, akik ártó szándékkal vannak itt, vagy akartak itt lenni. Tehát ennyi. Én úgy vagyok vele, hogy engem bántanak, engem az nem érdekel. De hogyha másokat akarnak bántani tehát rajtam keresztül, na az már idegesít. Amíg engem támadnak, addig semmi gond. Mert rólam lepeleg. Értitek? Tehát én olyan vagyok, mint a kínai fal. Lehet izé lövöldözni, lepattal rólam. Nem érdekel ebből a szempontból. Na most az, amikor már rajtam keresztül akarnak valakit bántani, na akkor van az, hogy na nem, azt már nem hagyom. És azt igazából, hogy meg akarom így gátolni ebből a szempontból. Na, de akkor ezt kicsit azért túlságosan is hosszan ecseteltem. Szóval így ennyi. No, következő változás. Jövőre én be akarom vezetni azt, hogy minden egyes videóm, ami meg fog jelenni az adott napon, az premierbe fog kimenni. Nem élőadások lesznek, premierek lesznek. Ezt azért már az érzékelhettétek egy pár alkalommal, például a mágusos videóknál, szerepjátékos videóknál volt az, hogy a legtöbb videó azért premierbe ment ki. Meg amikor új végijátszás sorozat indult, akkor az első pár rész azért premierbe ment ki. De. És ez megint egy hatalmas nagy de. Letesztelgettem, hogy mi merre hány méter, tehát írtam statisztikákat, nézegettem a YouTube-nak a statisztikáit, a csatornámra menőleg, hogy mikor nézik a legtöbben a videóimat, honnan jönnek a nézettségi arányok, így úgy amúgy, tehát hogy minden statisztikát azért végignézegettem szeptember óta, augusztus-szeptember óta nézegettem ezeket a statisztikákat, és jegyzetelek, és írkálom őket. No, és az a helyzet, hogy eddig én olyan videós voltam, hogy volt egy időszak, amikor éjféli videós voltam, hogy 0 óra 00 perc komment ki a videó. Aztán utána átváltottam, ugye az azért nem volt jó, mert voltak emberek, akik éjfélig maradtak fönt a videóim miatt. Annak ellenére, hogy másnap reggel korán mentek iskolába vagy dolgozni. Nem, ilyet nem csinálunk többet. Akkor, amikor reggeli videós voltam, tehát reggel 6 mentek ki a videók, az se volt éppen egy szerencsés alkalom, mert akkor meg az iskolaidő alatt, meg munkaidő alatt nézegettek engem az emberek. Tehát volt ilyen.
És úgy voltam vele, hogy nem, ez se jó, ez se jó. És akkor váltottam át arra, hogy déli videós leszek, hogy 12:00-kor megy ki minden hétköznap 12:00-kor menjen ki az adott videó. Amivel igazából azt értem el, hogy aki mondjuk délbe szeretett volna hallgatni valamit, vagy esetleg nézni engem, akkor így ebéd mellé, akkor esetleg így jó lehetett. Aki meg még iskolában volt, akkor azoknak, mit tudom én, csak egy pár órát kellett így kibírniuk, hogy utána meg tudjanak engem nézni. Meg ugye munkába is igazából az emberek úgy vagyok vele, érted, hogy az ebédszünet alatt, hát jó, ebédszünet alatt persze, nézzem meg, hogyha akar ebéd közben. Viszont, én úgy vagyok vele, hogy én jövőre szeretném az összes videómat premier adásban kidobni. De ez a déli időpont, ez nem éppen a legszerencsésebb időpont a premier adásokra. Mert fogalmazzunk úgy, hogy nem sok haszna van, ha délbe megy ki. Ezért úgy döntöttem, hogy időpontváltozás lesz 2020-tól, jövő évtől. Nem délbe fognak kimenni a videók, hanem délután fognak kimenni a videók, és most jelenleg az van, hogy valamikor délután 5 óra környékére fogom majd beidőzíteni a dolgokat. Egyelőre még a statisztikát azért még nézegetem, mert még számolgatni fogok, de nagyjából így arra számítsatok, hogy valahogy este 8 és délután 5 óra, és este 8 óra között fogok választani egy időpontot, és minden egyes hétköznap akkor fog premierben kimenni az adott napon lévő videó. Ez azért gondolom így, hogy ez így jó lesz, mert a premier adások alatt, miközben vegy a videó, közben ott leszek majd én is. Fél szemmel, fél füllel azért ott leszek én is, és akkor premier adások alatt lehet velem azért beszélgetni. És ugye a premier adások alatt lévő kommenteket, azokat nem tudom megszűrni. Ha ugye bejön oda valami idegen emberke, és ugye ott elkezd valamit nyomatni. Csak akkor, hogyha ott vagyok. És igazából úgy vagyok vele, hogy csak és kizárólag én délután érek rá ezekkel így foglalkozni. Hogyha premierbe mennek ki az adások. Ha délelőtt, délután, kora délután csinálgatom, akkor nem nagyon érek rá, mert dolgozok. Tehát értitek. Ja. És ugye ez még azért is lenne jó, mert általában én azt vettem észre, hogy délután 5-től este 8-ig van így a YouTube-on is ez a nagy időszak, amikor az emberek leülnek és elkezdenek videókat nézegetni. És talán ezzel is azt tudom elérni, hogy az emberek egyszerre üljenek le, és egyszerre nézzék a videóimat, és mondjuk egymásra is tudnátok kommunikálni. Úgy barátságokat kötni, meg így úgy amúgy. Mert ennek azért úgy örülnék, hogy egy kis közösség azért úgy létrejönne. Na, értitek. Szóval, időpontváltozások lesznek, és te mint valószínű, hogy összes videóm premierbe fog kimenni. Szóval így nagyjából ennyi. Na, jövő év. Ami fog változni, és biztos, hogy így fog alakulni, az annyi, hogy voltak nekem az ilyen első látásra végigjátszásaim. Például legutóbbi ez a Vampir volt, aminek úgy ültem neki, hogy nem tudtam róla amúgy semmit, vagy hát tudtam róla, mondjuk az első másfél órát végigjátszottam belőle, de utána semmit nem tudtam róla, és ugye időzjelben vakon játszottam végig azt a játékot. Na. Úgy vagyok vele, hogy ezt a stílust, hogy vakon játszom végig a játékot, ezt be fogom fejezni ebből a szempontból, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán fogom én ezt alkalmazni. Mert vissza fogok térni arra a módszerre, hogy ha végigjátszás videót csinálok valamiből, azt csak és kizárólag akkor fogom megcsinálni, ha már végigjátszottam a játékot, és tudom, hogy mi merre hány méter. Tehát felkészülten fogok sorozatokat készíteni innentől kezdve 2020-ban. De! És ez egy hatalmas nagy de! Egy nagy kivétel lesz. Egyetlen egy nagy kivétel lesz ebből a szempontból, és az nem lesz más, mint a Cyberpunk 2077. Mert az, amikor ki fog jönni, akkor én elsők között szeretnék lenni, aki elkezdi azt a játékot, és nyilván nem fog tudni felkészülni belőle. Mert az első látásra akarom ugyanúgy, mint a Witcher 3-at. Tehát az egy kivétel lesz. Illetve egy másodlagos kivétel lesz a Skyrim,
Mert igaz, hogy végigjátszottam már azt egy párszor, de mivel akkora a játék, és kopnak az emlékeim, és nem tudok mindent megjegyezni, ezért a Skyrimnál is lesznek olyanok, hogy bénázások. De az nem azért van, mert hogy elsőre látom azokat a dolgokat, sőt, de lesznek olyan dolgok, amiket elsőre látok benne a játékban, mert nem az, hogy elfelejtem, hanem nem, igaz, egy az, hogy nem is így emlékeztem rá, kettő az én lehet, hogy nem is csináltam meg. Még nem is így csináltam meg, ki tudja, értitek? Tehát a Skyrim, illetve lesz egy sorozatom, szeretnék majd egy olyan sorozatot csinálni, ami egy kicsit erre fog ráerősíteni. És akkor beszélgessünk erről a sorozatról, hogy olyan sorozatot szeretnék készíteni majd, amiben 1980 és 1990 között lévő játék, illetve játékokról lesz szó. És ez fogja adni gyakorlatilag egy kicsit a pikantériáját, vagy egy kicsit a vicces részét, hogy több mint 30 év után veszem őket elő. És hogy így felnőtt fejjel. Milyen az a játék. Tehát annak így lesz egy ilyen kis érdekessége, de többet nem akarok róla mondani ebből a szempontból, mert azt majd meglátjátok, jó? Tehát lesz egy ilyen 1980 és 90 közötti retro időszak, egy kis nosztalgia. Úgyhogy azzal is szeretnék majd foglalkozni. És ez a három dolog, tehát a Cyberpunk, a Skyrim és ez a egyelőre nektek kérdőjeles sorozat lesz az, ahol ilyen első látásra, ilyen blind, ilyen fingom sincs, hogy mit csinálok című történet lesz, jó? De innentől kezdve igen, tehát hogy azokat így el fogom így felejteni. Hogy tényleg, hogy így kijön egy játék, és így instant csinálok bele akármicsodát. De igen. Na. Akkor, a szerepjáték videóknak a jövője. Most jelen pillanatban ott tartunk, hogy a srácokkal, akikkel játszunk, jelenleg nem nagyon tudjuk összeegyeztetni az időpontot. Nyilvánvaló, mert nekik is van életük, nekik is van kötelezettségük, nekik is kell csinálni a saját kis életüket. Tanulnak, meg hasonlók, értitek? Tehát ők is élnek, meg én is. És nagyon-nagyon-nagyon nehezen hozzuk össze az időpontokat. Sőt, annyira nehezen hozzuk össze, hogy már nagyon-nagyon régóta nem tudunk összeülni, játszani. Úgyhogy jelen pillanatban azt tudom nektek mondani, hogy határozatlan ideig, de szünetelni fognak a szerepjáték videók. Sajnos, most egyelőre ezt tudom így megmondani. Amint kicsit kitisztulnak az időpontok, és lesz rá esély, vagy valami, akkor meglátjuk, hogy tudjuk-e folytatni. De hogyha nem, fogalmazzunk úgy, hogyha 2020-as év úgy telik el, srácok, lányok, hogy egyetlen egy szerepjáték videó se fog kimenni a csatornán, akkor sajnos akkor vége. Akkor a szünetből az lesz, hogy vége. Vége lesz. Tehát, hogy nem határozott. Tehát igen, határozatlan idejű szünetből egy határozott idejű vég következik be. Tetszik vagy nem tetszik, de ez fog történni. Ja, de ettől függetlenül a Discord szerveren azért még mindig el lehet engem érni, és aki még mindig szeretne szerepjátékozni, az nyugodtan jöjjön föl és beszélgessen velem így úgy, amúgy, vagy tanácsot kér, vagy bármi hasonló, jó? Az jöjjön fel a Discord szerverre. Illetve, hogy még miért érdemes feljönni a Discordra? Azért, mert ezt sokan nem tudják, mert ezt igazából csak nagyon-nagyon kevesen tudják, akik fönn vannak a Discordon, ma azoknak szóltam, hogy én nagyon-nagyon, hát fogalmazunk úgy, hogy ritkán, tehát hetente egyszer azért megpróbálkozok azzal, hogy ezt úgy nevezném, hogy élő, exkluzív adásokat csinálni Discordon. Ami annyit fog takarni, hogy aki feljön a Discord szerverre, és lát engem, hogy benn vagyok egy adott szobában, ahol ki van mellém írva az, hogy élőadás, oda nyugodtan be lehet jönni, és ám lehet csatlakozni. Ezekről az úgynevezett élőadásokról azt kell tudni, hogy csak az láthatja,
aki bejön oda mellém a szobába, és becsatlakozik az adásba. De nem kell aggódni, ezek attól lesznek még exkluzívak, hogy ezekről nem készül felvétel. Ezekről semmilyen felvétel nem fog készülni. Ez gyakorlatilag arról fog szólni, hogy amikor én mondjuk egy adott játékból, tehát amikor én egy adott játékból felkészülök. Én a felkészülésnek az időszakát is úgy vagyok vele, hogy aki szeretné azt látni, hogy például hogy készülök fel egy adott játékból. Tehát, hogy miket tesztelgetek egy adott játékban. Jó, most a Vampir végjátásomat, aki végignézte, az esetleg így láthatta, hogy mennyit tudok eltökölni egy városban. Tehát, hogy az utolsó szög alá is benézek, mert hogy hát, hogyha van alatta valami, aztán igazából rohadtul nincsen, tudom. De ilyen vagyok. Tehát, hogy például, hogy hogyan készülök fel én egy végjátszás sorozatra. Tehát, hogy hogyan tesztegetem a játékot, hogy mit nézek meg, hányszor töltögetek visszaállásokat, és mondjuk erre valaki kíváncsi, hogy igen, hogy ezt így hogyan csinálom, akkor így én így azt tudom mondani, hogy jöjjön fel a Discord szervere, és amikor látja, hogy élő, exkluzív adást csinálok, akkor nyugodtan jöjjön be, és akkor kérdezősködj, tehát tudunk egymással közül beszélgetni, és semmilyen adás nem fog, tehát hogy semmilyen felvétel nem fog róla készülni, jó? Tehát ezekről nyilván nem fog készülni felvétel, mert most ki az, aki kit érdekel, érted, az így a nagyvilágon, nagyvilágban, hogy én mit bénázok, hogyan készülök fel egy adott játékból. De akik bejönnek erre az exkluzív élőadásokra, azok legalább így előre tudhatják, hogy na, miből fog majd Szobi később végjátszás sorozatot csinálni. Értitek? Eztől lesz még exkluzívabb. Jó, tudom, na, érdekességek, na. De igen, tehát én ilyeneket is szeretnék majd csinálni, ezekből az exkluzív adásokból nem lesz sok, amikor itthon vagyok és pihenek meg így úgy amúgy, majd akkor így csinálgatok ilyeneket, meg nem biztos, hogy sok lesz, értitek, lehet, hogy hogy egyik nap feljövök fél óra, és így annyi, aki meg annak ide, aki meg megtalál, aki meg nem talált, az meg ebben. Na, és akkor még a jövőről. Szóval, hogy jövőre mi várható? A héten mindegyes hétköznap ki fog menni egy videó. De jövőre tematikusak lesznek a videók. Mégpedig kicsit spoilerkedni fogok, jó? Érezzétek az exkluzivitásnak az erejét. A hétfői napok azok a horror jegyében fognak eltelni. Tehát fogalmazzunk úgy, hogy hétfőn túlélő akció horror játék stílusban fogok játékokról végigjátszás sorozatot publikálni. Igen. Tehát fogalmazzunk úgy, hogy hétfő horror. Keddi napon folytatódni fognak ezek a kalandjáték sorozatok, tehát igazából a keddi napokon kalandjátékokkal fogunk foglalkozni. Illetve talán a keddi napra fogom betenni a retrókat. Ami ugye már meg volt lebbentve egy pár perccel ezelőtt, de majd meglátjátok. A szerdai nap, kitalálhatjátok, milyen nap lesz? Pontosan Skyrim. Tehát mondhatjuk, hogy Skyrim szerda. És még rímel is. Na, csütörtökön. Tehát csütörtökön igazából ugye most folytatódni fog az Euro Truck Simulator 2. Hülye! Hard Truck 2! Milyen Euro Truck Simulator 2? Te úristen, idióta. Szóval te barom. Tehát Hard Truck 2, King of the Road-os játék, ami gyakorlatilag egy manager szimulátoros játék. Na most a csütörtöki napok 2020-ban gyakorlatilag ebben a témában fognak így eltenni, tehát manageres szimulátoros autós játékokkal fogok majd csütörtökönként foglalkozni. És a szerdai, és a pénteki nap fog gyakorlatilag a cyberpunk stílusban eltelni. Az első pár hét az nem túl valószínű, hogy cyberpunkos lesz, de az biztos, hogy április 17-e, ha jól emlékszem, akkor az péntek, vagy 18-a péntek, mindegy, onnantól kezdve, és hogyha minden klappol, és minden jól alakul, és itt lesz a cyberpunk, és el is indul, és még felvételt is tudok belekészíteni, és minden összejön, akkor ugye pénteki napon ki fognak menni a cyberpunk videók. Tehát pénteki nap a cyberpunk 2077 jegyében fog telni, és cyberpunk
Bocsánat, orbitális cyberpunk mánia lesz pénteken. Tehát péntek cyberpunk mánia. Szóval röviden tömören, hétfőn horror, kedden kaland, szerdán Skyrim, csütörtökön autószimulációs menedzseres történetek, pénteken cyberpunk. Szombaton, vasárnap pihi. És a retro történet, az pedig szerintem kedden. Keddenként fog majd jönni. Tehát kedd az ilyen kaland és retro jellegű dolog lesz. Úgyhogy röviden, tömören, nagyjából így ennyi. Na, gyorsan megnézem, hogy hány perce is megy így a felvétel. Ó, hát több mint egy órája. Több mint egy órája mennek itt a történések. Hát az igen, az eléggé meglepő. Na, úgyhogy srácok, lányok, röviden, tömören így ennyi. És akkor én tényleg köszönöm szépen mindenkinek ezt a 2019-es évet. Mert szerintem ez egy nagyon-nagyon jó év volt. Amúgy érdekességképpen egy-két adat. Jelen pillanatban 126.400 megtekintés történt ebben az évben, és 300 plusz feliratkozó jött csak idén. Milyen statisztikát mondjak még nektek, és a legkedveltebb, top 10 legkedveltebb videóm, azért azokat még gyorsan felsorolom. Az egyik az Arch Enemy Bridge of Destiny solo és outro videója, hát mondjuk az tényleg solo. A másik lett a mágusnak a portál kapuja, a harmadik a Heroes of Might and Magic végijátszásomnak az intro videója, a negyedik a Heroes of Might and Magic videónak az első része a királynő, az ötödik az Amnesia Machine for Pigs Red Meat nevezetű zenés videó, a hatodik a Szibéria végijátszásnak az első része, a hetedik az a Volt egyszer egy péntek 13 videó, a nyolcadik az a Middle-earth Shadow of Mordornak az első része, a kilencedik az a Heroes of Might and Magic 5 végijátszásomnak az ötödik része, a király bukása, és tizedik helyen van a Vampire végijátszás első része, a hajta vér. Tehát ez a top 10 videó, ami gyakorlatilag megtekintés szempontjából a 2019-es évnek így a csúcsa. Tehát ezek voltak a legnézettebb videóim 2019-ben jelen pillanatban. Úgyhogy nagyjából így ennyi, de igen, tehát a lényeg, hogy 300 feliratkozó pluszon van, úgyhogy bízunk benne, hogyha ezt a tendenciát tudjuk így továbbra is tartani, akkor 10 éven belül elérjük az 5000 feliratkozót. Jó, nem mondjatok semmit, jó? Jó, hagyjuk, jó? Na, de nem is húzom akkor az időtöket, szóval röviden, tömören akkor ez így ennyi lenne, és akkor idén, tényleg, még egyszer akkor utoljára elmondom, hogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, köszönöm szépen mindenkinek a támogatását bármilyen formában, tehát aki nézett, aki lájkolt, aki kommentelt, aki ajándékot küldött, azoknak is ugye mind-mind-mind köszönöm, vagy a reklámokat, vagy bármit. Jövőre is akkor folytatjuk, szeretném ugye folytatni, így vagy úgy, tehát mindenre ugye megvan a forgatókönyvem, illetve kellemes ünnepeket kívánok, pihenjetek sokat, több videó idén már nem lesz, úgyhogy töltsétek az időt a családotokkal, pihenjetek, menjetek ki a szabadba, húgolyózzatok, ha van hú. És igen, aki meg nem bírja ki nélkülem, az meg, azoknak meg igazából azt tudom mondani, hogy hát akkor egy hetetek van bepótolni azt, ami esetleg elmaradt. De ne. Úgy vagyok vele, hogy ti is inkább pihenjetek. Jó, mert én is azt fogom tenni. Na, úgyhogy kellemes ünnepeket kívánok, boldog új évet, és akkor jövőre találkozunk ugyanilyen gőzerővel, talán jobb gőzerővel, más stílusban egy picit, de ugyanúgy szóvi fogok maradni, jó? Na, úgyhogy idén utoljára legyetek jók, ígyatok sok vizet, de tényleg, remélem sok vizet ittatok idén is, meg majd jövőre is, minden egyes videóban el fogom mondani, hogy ígyatok sok vizet. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Én pedig Szói voltam, és akkor találkozunk jövőre. Sziasztok!